Az ország 74 kajakkenu klubjának közel 1300 versenyzője vett részt a Faddomboriban megrendezett Magyar Kupa döntőn. A megmérettetést egy regionális válogató előzte meg, ahol minden korosztályban a különböző számoktól függően az első három, illetve az első öt helyezést elérő sportoló jutott be a döntőbe. A legkisebbektől a serdülőkorú fiatalokig vettek részt a bajnokságon. A Szekszárdi Kajakkenu Sportegyesületből 36 gyerek képviseltette magát. A Magyar Kajakkenu Szövetségnek azzal a versenysorozattal, hogy ezt létrehozta a tavalyi évben, az volt az elsődleges célja, hogy csapathajókat tudjanak menni a gyerekek, hiszen erre kevés alkalommal van esély. Jellemzően egy országos eseményen csak egy, illetve egy váltószámot mehetnek még a gyermekek, így hogy a régiókat összehozza és a sportolóknak csapathajós eseményt tudjon biztosítani, ezért került kialakításra ez a verseny, ami azért nagyon jó, mert ezekben a korosztályokban is tudunk versenyegyesülni. A régiónkon belül lévő klubok közül összetudunk ültetni négyeseket, amire más verseny alkalmával nincsen lehetőség, így mindenki ki tudja magát próbálni ezekben a csapathajókban, hiszen ezeket nem egyszerű jól csinálni, és jellemzően, hogyha már ugye ifi korosztályba kerülnek, és ott ugye egy válogatott hajó jön össze, hogy több korosztály szerepel, több klubból vannak összejövve, nagyon nehéz sokaknak úgymond ebbe a négyesbe aklimatizálódni, úgyhogy ez a verseny és ez a rendszer, ez erre hivatott, hogy ebbe jobbak legyenek a sportolóink. Összesen 5 darab első három helyezést ért el a klub. Az egyetlen aranyérmet Jámbor Lotti hozta el, Acélos Hanna 500 méteren második helyezett lett, Görbe Dávid is dobogós helyezést ért el, illetve csapathajóban 2 bronzérmet is magáénak tudhat az egyesület. Ezek már az országos megmérettetés utáni edzések képei, hiszen a munka nem áll meg. Meglátogattuk a csapatot, hogy elmondják, milyen helyezésekkel és élményekkel tértek haza a bajnokságról. 2000 méteren indultam egyesbe. Ott azt a taktikát követtem, hogy egy erős rajtot akartam menni, hogy a lehető legtöbb embert lerázzam. Aztán végül annyira nem jött össze, mert ott maradtak, és utána megpróbáltam valakit előre küldeni, hogy én is tudjak pihenni. De nem igazán mentek, úgyhogy úgy gondoltam, hogy megpróbálom megoldani saját erőből. Úgyhogy a végén megindultam, és sikerült is. Ezért hát nagyon elfáradtam, de meg voltam elégedve. Aztán volt másnap egy 500 párosom, amit úgy gondolom, hogy igazából még gyakorolnunk kell. Tényleg tetszett és jó volt, de reménykedem, hogy a későbbiekben jobban össze tudjuk tenni a párost. Úgyhogy ez egy negyedik hely lett. A Kercsmár Boglárka, Gorján Regina és Acélos Hannával ültem egy hajóba, amit én bevallom őszintén egy kicsit hátrébb vártam, de így, hogy csak szekszárdiak voltunk, és így is meg tudtuk oldani a negyedik helyet, ez nagyon jó volt, hiszen előttünk csak versenyegyesülések voltak. Így a Magyar Kupán, vagy a Magyar Bajnokságon így előrébb leszünk szerintem. De nagyon jó volt maga a verseny, szóval tetszett nagyon. Az edzések intenzíven folytatódnak, hiszen 3 ifi sportoló kijutott az Európa-bajnokságra Szilkeborgba, Horváth Tamás, Turgonyi Olivér és Víg Vivien. Nekik különösen fontos, hogy jó formában legyenek, hogy méltóképpen képviselhessék a magyar színeket. Kijutottam az Európa-bajnokságra, 2 elléptek előlem, ők elmentek síkvízre, és ezért most én is el tudok indulni Dániában július végén, amit nagyon várok. Amit tudni kell, hogy nekünk a versenyszámunk az 19 km Dániába, 4 darab futással, ami a futószakasz körülbelül 100-200 méter, amit kibírni kegyetlen, nagyon nehéz, de azért vagyunk itt, hogy sportoljunk, és hogy minden jobb eredményeket elérjünk itt Szekszárdon a Sion. Július 31-én kerül sor a Dániában megrendezett Európa-bajnokságra, de addig még rengeteg munka vár a fiatalokra. Hát napi 2 edzéssel készülnek, a hajnali hegyi futásoktól kezdve a hosszú 30 kilométeres evezéseken. Ugye most volt egy mély alapozó szakasz nekik, és ugye ahogy közeledünk a versenyhez, úgy lesz egy gyorsító fázis, de hát a hegyi futások azok nagyon szükségesek ehhez, hiszen ugye ez egy maratoni versenyszám lesz, amiben ugye evezés és futás van együtt, ugye több kört kell megtenni, és a futószakaszokra ki kell tudni pattani a kajakodból, a kajakoddal pedig
kell futnod és beszállnod, tehát kiemelten fontos maga a futás teljesítménye, hogy ugye utána levegővel bírja az ember oxigénnel, ha visszaszállsz, akkor tudjál rendkívül gyorsan nevezni, úgyhogy erre sokat kell gyakorolnunk, és hát a ki- és beszállások technikája az, ami meghatározó, hiszen egy ügyes kiszállással és beszállással helyeket lehet szerezni.